Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Több mint 5000 vendége volt a hétvégén a Hagymatikum gyógyfürdőnek. Gangsta Zoli és a Kártelis zenélte a Birlap Makói Sör és Grill Fesztiválon. A vezeték nélküli távközlésnek nincsenek határai. Július 27-én és 28-án tartotta idén fürdő fesztiválját a Hagymatikum gyógyfürdő, amely ez alkalomból számos különleges programmal várta a vendégeket. A hagyományos főzőverseny mellett sport és családi vetélkedőkkel is készültek. Két napon keresztül tartott a fürdőfesztivál a Hagymatikumban. Ennek elmaradhatatlan kelléke a főzőverseny is, amely minden évben nagyon népszerű. Ezúttal összesen 9 csapat nevezett, akik már délelőtt nekiálltak az ételek elkészítésének, majd a zsűri elé tárták őket. Nagyon figyeljük az ízek, az ízharmóniák, hogy melyik ételnek, akár egy birkapörkölt, vagy egy sültnél is. Itt van olyan is, például ami elnyomja, abban olyan fűszer is, mondok egy egyszerű fűszer, például a kakukkfű, elnyomja az ételnek a jellegét, tehát jobban, intenzívebben kiérződik a kakukkfű. Tehát vannak ilyen kis apró, kis pici buktatók benne, de nézzük a tálalást, hogy van mögfőzve, arányosan vannak-e kockázva a húsok, meg hogy például túl zsíros-e. Az új részleg átadása láthatóan még népszerűbbé tette a fürdőt a külföldi és a hazai vendégek körében is. A Lénár család például Bükszentkeresztről látogatott el a városba, rokonokhoz jöttek, ezt kötötték össze a kikapcsolódással. Hallottuk, hogy a Hagymatikumban lesz egy ilyen főzőverseny, a párommal nagyon szeretünk főzni, szakácsok vagyunk mind a ketten, úgyhogy beneveztünk. Nem voltunk még Hagymatikumban, nem néztünk még szét, de látjuk, hogy nagyon szép a környék, úgyhogy valószínűleg többször vissza fogunk járni majd. A főzőverseny csapatai közül végül a Tökös Ötösnek sikerült megszereznie az első helyet. Ők is rendszeresen főznek közösen. Mint megtudtuk tőlük, az utóbbi években kicsit átalakultak a tagok, az eredményességen azonban ez sem változtatott. Nem mondom őszintén, a jó eredmény, de számítottunk, mert tudtuk, hogy mit csinálunk, mit rakunk bele. Ugye elmondtam, hogy ez a kis jószág 4 éve készült erre a napra, viszont azért sok nevező volt, és sok különféle étel. A fürdőfesztiválon napközben egymást érték az izgalmas programok, olyanok is, amelyeket nem sűrűn látni a strandokon. A vendégek legnagyobb meglepetésére például sajmászok is érkeztek, így ragadozó madarakkal is lehetett egy kicsit barátkozni. Repítettünk, beszélgettünk az érdeklődőkkel, és volt simogatási és fotóztatási, vagy kézrevételi lehetőség. De egyébként a fő szempont, amiért mi itt vagyunk, az a galambriasztás, a galambokat tartjuk távol a medencéktől, hogy ne legyenek itt a medencék körül. A hétvégén többek között a strandolásra kiválóan alkalmas időnek is köszönhetően nagyon sok vendég fordult meg a Hagymatikum gyógyfürdőben. Összességében több mint 5000 látogató volt. 11 sörfőzdán 80 féle söre mellett gasztrotérrel és kiskaska kézműves vásárral is megörvendeztették a szervezők a kikapcsolódni vágyókat a Birlak Makói Sör és Grill Fesztiválon. A 3 napos rendezvény sorozat alkalmával számos zenés koncerten szórakozhattak a kilátogatók, többek között Gangsta Zoli és a Kártel pezsdítette fel a közönséget. Ha nyár, akkor sörfesztivál. Immáron második alkalommal rendezték meg városunkban a Makói Birlak Sör és Grill Fesztivált. A 3 napos rendezvénynek a Makovecz tér adott otthont. Jelen volt 11 sörfőzde, 80 féle sörrel, így az igazán nagy melegben bárki szomját tudta oltani. Természetesen senki nem maradt éhesen sem, mivel gasztrotérrel is kedveskedtek a szervezők a kikapcsolódni vágyóknak. A fesztivál akkor nem hiányozhatott a Kiskaska kézműves vásár, ahol a térség kézművesei a legszebb portékáikat kínálták. A színpad körül számos program és megmérettetés várt a kilátogatókra, ilyen volt többek között a sörivó verseny,
és a Sörpocak szépségverseny is. Nem hiányozhatott a zene sem. Számos koncerten szórakozhattak a városunkban látogatók. A rendezvény sorozat fénypontja volt Gangsta Zoli és a Kártel, akik jövőre ünneplik 30 éves fennállásuk jubileumát. A Gangster Hip Hop együttes frontembere örömmel osztotta meg gondolatait és a kezdetekre is visszatekintett. Tényleg rövid időnek tűnik, de nagyon hosszú igazából. Hát, mintha most kezdtük volna el, és én emlékszem még arra, hogy a Pierroval, akivel ugye elkezdtük ezt csinálni, mert ő volt egy első producerünk, meg hát ő is kezdte értékesíteni az egész produkciót, és neki köszönhetjük meg a Szűcs Lacinak, hogy ugye kiadásra került az első album, aztán meg a többi is. Úgyhogy ő azt mondta annak idején, hogy hát ebből egy jó 5 évet ki lehet húzni. Ez képest lett belőle 30, de én nagyon örülök. Tehát akkor még így, tényleg nem, el sem tudtuk volna képzelni, hogy ebből mi lehet, meg mi lesz belőle. Mi az egészet a Lacival, meg ugye a három másik srác, akik az első formációban benne voltak, ugye a Steve, a Sámson Gavi, meg a Lóri, akkor mi ezt úgy kezdtük el, hogy de hülyés, melyik csinálunk egy replemezt magunknak, mert hogy szeretjük ezt a műfajt, nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Hát egy elég jól sikerült el, azt gondolom. Úgyhogy egy másik szintre lépett a dolog, és ennek nagyon örülünk, ezt jövőre megünnepeljük. Big Daddy Laca szintén alapító tag, aki megosztott a televíziónkkal, hogy mi számukra a siker, és miben mérik ezt. Abba volt mérhető, hogy soha nem tértünk el attól, amit mi kitaláltunk, és amit szerettünk, és az volt ez a tényleg őszinte rap, ami nem ment el sláger irány. Ő nyilván egy csomó olyan slágergyanús szerzeményünk volt, amit fölkaptak, minden, de mi sosem mentünk el popba, hanem mindig tartottuk magunkat ahhoz, ami a legelején már kitaláltunk, hogy ez legyen ez az igazi gangster rap, és hát a siker mindig ahhoz fogható, hogy még mindig megyünk, sose voltunk retro zenekar, hogy na, leálltunk egy 10 évre, és utána visszatértünk, és megint kiálltunk, hogy na, itt vagyunk ismételten, hanem azért mi végtoltuk ezt a 30 évet, és mindig abban mérhető a siker, hogy megjönjük a közönség, és nem kevés, és hát nem, nincsenek kevesen, és mindig nagyon-nagyon jó veszik a bulikat, mind a mai napig. Frissen csatlakozott a csapathoz Siska Finucci, aki rajongóból lett tag. A színpadon erősíti a fiúkat rapben. Televíziónknak szintén kitért arra, hogy miben rejlik a csapat töretlen népszerűsége. Önazonosak voltak mindig, meg mondhatom azt, hogy most már önazonosak is maradtak. És szerintem, hogyha van sikertitka, vagy van ilyen, hogy siker, akkor az talán az, hogy sohasem hasonultak meg, amit a Laca meg a Zoli is mondott, hogy nem voltak direkt slágergyanús dalok, mindig írták, amit gondolnak, meg azóta is azt írjuk, amit gondolunk. És hogyha az bejön a közönségünknek, és úgy látszik, hogy bejön, azért egy tartalmas 30 év volt a fiúknak, akkor szerintem talán ezt nevezhetjük sikernek. Továbbá azt is megtudhattuk, hogy az év végére újabb szerzemények várhatóak. A rajongók a zenekarral januárban a jubileum rendezvényen is együtt ünnepelhetnek majd. A hosszabb összefoglalónkat megtekinthetik az augusztus 8-ai Társalgó című színes kulturális magazinunkban. Ha vadbalesetet szenvedünk gépjárművünkkel, akkor mindenképpen érdemes hívni a rendőrséget. Pressner Sándor, a Csongrád Csanád Vármegyei Vadászkamara, Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke telefonos interjú keretében osztotta meg a fontos tudnivalókat a vadak gázolásával kapcsolatban. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az őzekpárzási időszaka július 2. felétől kezdődik meg, és augusztus közepéig tart. Ilyenkor a gépjárművezetőknek még óvatosabban kell közlekedniük a nap minden szakaszában, mert bármikor találkozhatunk őzekkel. A párzási időszakban az állatok csoportos viselkedése is megváltozik. A szakértő kifejtette, hogy üzekedés idején egyrészt az őzbakok kergetik a sutákat, illetve egy őzbak kergethet egy másik őzbakot is. És a vetítását. Emiatt következik be, hogy az állatok az úton is megjelennek. Ha véletlenül megtörténik a baleset, akkor mindenféleképpen érdemes értesíteni a rendőrséget. Emelte ki televíziónknak egy telefonos interjú során Pressner Sándor, a Csongrád Csanád Vármegyei Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke.
annak, akinek kaszkó biztosítása van, annál a biztosításnál megkövetik a rendőri jelenlétet és a rendőrségi baleseti jegyzőkönyvet, és mostanában szokásos, hogy a kaszkóval nem rendelkezők, viszont ha olyan a felelősségbiztosításuk és tartalmazza vad gépjármű ütközést, akkor ez segítséget jelenthet nekik a gépjármű kárának a rendezésében, de a jelenleg hatályos jogszabályok szerint mind a közlekedés, mind pedig a vadgazdálkodás veszélyes üzemnek minősül. Ez azt jelenti, hogyha bekövetkezik egy káresemény, és nincsen felróható ok, tehát az autós nem hajtott túl gyorsan, a látási és közlekedési feltételeknek megfelelően választotta meg a gépjárművel sebességét, tehát nem gyorshajtásból történt a baleset. Továbbá hozzátette, hogyha a megbízott vadásztársaság a vadállományt nem csalogatta oda étellel a közút közelébe, mindenki a saját káráért felel. Interjú alanyunk továbbá kitért arra, hogy miért kell csak a rendőrségnek jelezni a balesetet. Az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád-Csanád vármegyei területi szervezetével is van állandó kapcsolata, illetőleg a Csongrád-Csanád vármegyei vadászati hatósággal, kormányhivatal részéről a vadászati hatósági feladatokat látják el. Csongrád megyei rendőrkapitánysággal kötött megállapodás értelmében egy oda-vissza történő információ áramlás van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes helyszínelő rendőr, mielőtt kiindul helyszínelni, vadgépjármű ütközés esetében tudni fogja, hogy kit kell értesíteni. Az összes olyan elérhetőséget a rendőrhatóság részére mi biztosítjuk. Az adott közút, az melyik vadászterület területén van, vagy melyik kettőnek a határán. Ugye általában a közutak vadászterületeket is elválasztanak. Ebben az esetben is a kiérkező rendőrök fogják tudni, hogy kit kell keresniük, és melyik az a vadászterület, akihoz az adott szakasz tartozik. Szó esett arról is, hogy az illetékes vadászt fogják értesíteni, mert a tetem elszállítását neki kell végeznie. Pressner Sándor nem javasolja senkinek, hogy a kár rendezésére önhatalmulag elvigye az elütött vadállatot, mert az a vadásztársaság tulajdona, és ha valaki elviszi, lopásnak bizonyul, aminek jogi következményei lehetnek. A térség rádió amatőrei találkoztak nemrégiben a Zöldház árnyékában a Marosparton. A város talán egyik legrégebbi sportegyesülete, a Makói Rádió Amatőr Klub igyekszik fenntartani a vezeték nélküli kommunikáció lehetőségét, hiszen ezzel a módszerrel a világ minden pontján találhatunk beszélgető partnert, és nem kell hozzá térerő sem. Az amatőr rádiózás lassan kezd szubkultúra lenni, emelte ki televíziónknak Fodor Antal, aki Makón szervezett találkozót a távközlés szerelmeseinek. A bőrze mellett szakmai programokkal is színesítették az eseményt, melyre Romániából és Szerbiából is érkeztek tagok, valamint érdeklődők. A Makói Rádió Amatőr Klub elnöke elmondta, mivel is foglalkoznak. Ugye a rádiózás egy vezeték nélküli távközlés. A rádiósok nem egy morcemberek, mint ahogy sokaknál az a közhiedelemben él, hanem rendkívül barátságos, udvarias emberek. Ezt teszi azért, mert akivel találkozik, nem tudja az éterbe. Ugye még az interneten vagy a messengeren látja, itt nem látja a partnerét, és az lehet akárki, aki az éterbe meghallja, és ő rá, neki válaszol. És így egy egészen másfajta mentalitás alakul ki, egy teljesen közvetlen, hogy bárkihoz barátságos hangnembe tud szólni, hogy így mondja. A rádiózáshoz szükséges eszközök, kisebb alkatrészek, kütyű és ketyerek közt böngészhettek a résztvevők a szakmai eszmecsere mellett, hiszen a találkozó egyik fő célja a tapasztalatok egymás közt való megosztása is volt. A rádióamatőr klub, vagy ez az egész közösség, mint egy olvasztó tégely, úgy összegzi a tudást. Ki antennákat tervez, ki rádiókat, ki műszereket, ki csak egyszerűen rádiózik avval, amilyen van. És így az egészen jól megfér egymásra, és kiegészíti egymást. Ezért is mondom mindig, hogy nyitottnak kell lennünk, bárki jelentkezik. Most éppen van egy végegyházi rádióamatőr, aki hozzánk jelentkezett tagnak, mert ő lehet egy másfajta tudást, egy másfajta szemléletet hoz ebbe a közösségbe. 1959 óta tagja a klubnak a makói Malsai Mihály, aki a mai napig igyekszik aktivizálni a magát. Rádió és televízió műszerész volt, így a zsigerében van a szakma, nyugdíjasként pedig antennák építésével foglalkozik. Ezek az eszközök szükségesek, például antennát, amivel dolgozik a rádióamatőr,
gyakorlatilag az ki vannak húzva, mondjuk egy ilyen antenna, drótantenna ki van húzva az udvarába, erre csatlakozik rá az adóvevő készülékkel, és ennek segítségével az egész világon tud összekötetést teremteni. A világ minden szegletében megtalálhatók a rádiamatőrök. Ezek a valantrafók pedig illesztik magát az antennát a berendezéshez. Különböző típusúak, azért is látszik rajtuk, hogy különböző kinézetűek, és technikának megfelelően illeszkednek az antennához ezek a balontrafók. Bár a vezeték nélküli távközlés kezd a homályba veszni, a korszerű informatikai, híradástechnikai eszközök sem veszik kedvét az igazán elszánt rádió amatőröknek, hiszen aki egyszer belekóstolt ebbe a rejtélyes világba, az meg lehet, hogy nehezen szabadul onnan, ugyanis a világ bármely tájáról kapcsolatba kerülhet egy-egy személlyel. Érkeznek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Több mint 5000 vendége volt a hétvégén a Hagymatikum gyógyfürdőnek. Gangsta Zoli és a Kártelis zenélte a Birlap Makói Sör és Grill Fesztiválon. A vezeték nélküli távközlésnek nincsenek határai. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyaginkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a július 29-i hétfő esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!